Eldőlt könyve. Mese a mókusról, aki szeret vitatkozni. Élt a nagy erdőben egy kis veres mókus, aki naphosszat csak a fákon mászkált, és semmi komoly foglalkozása nem volt. Szögdösött egyik fáról a másikra, szaladt a fatörzseken le, szaladt a fatörzseken föl, és mód felett szeretett vitatkozni. Hiába hívta a mókus papa, hogy segítsen odútválni a vén vackorfába, hiába hívta a mókus mama, hogy segítsen télire való mogyorót gyűjteni. Ő csak meglengette bojtos farkát, és azt mondta. Dehogy if megyek én odútválni, dehogy if megyek én mogyorót gyűjteni. Majd lelek én odút, ha szükségem lesz rá, majd találok én mogyorót, amikor megéhezem. Nem úgy van az, felelte a mókus papa. Aki nem segít odútválni, az nem is húzódik meg benne éjszaka, mert ez az igazság. És nem úgy van az, felelte a mókus mama is, aki nem segít mogyorót gyűjteni, az nem is eszik belőle télen, mert ez az igazság. Ho-ho-ho-ho, feleselt vissza a neveletlen kis veres mókus. Mindez nem igazság, nem ám, az igazság egészen más, és erről most vitatkozni fogunk. Tévedsz, fiacskám! Én nem érek rá vitatkozni! Mérgelődött meg mókus papa, és hozzávágott fiacskájához egy marék fakorhadékot, amit az odúból kivájt. És ha neked ez nem tetszik, keres más fát magadnak! Bizony, én sem érek rá vitatkozni, mérgelődött meg a mókus mama is, és ő is hozzávágott fiacskájához egy likas mogyorót. És ha neked nem tetszik, bizony jól teszed, ha keresel magadnak egy másik fát. A kis veres mókus kirázta veres bundájából a fakorhadékot, amit a papája vágott hozzá, borogatást rakott a daganatra, amit a likas mogyorótól kapott, amit a mamája vágott hozzá, és amikor mindezzel elkészült, újra meglengette lombos farkát, és azt mondta hegykén. Hát akkor elmegyek világgá! Azzal elment világgá. Ment, mendegélt, egyik bükkfáról a másikra, egyik tölgyfáról a másikra, egyik fenyőfáról a másikra. Jó idő múltával egy nagy tisztásra ért. A nagy tisztás közepén egy borzasztó nagy vaddisznó állott, és túrta a gyepet az orrával. A kis veres mókus kimászott a legszélső fenyőfa legszélső ágára, meglengette lombos farkát, és rászólt a vaddisznóra. Ha én akkora nagy vaddisznó lennék, mint te, találnék magamnak okofabb mulatságot is, mint hogy az orrommal túrjam a földet. Csodálkozva nézett föl munkájából a borzasztó nagy vaddisznó, mert ilyesmit neki még eddig soha senki sem mert mondani. Fölnézett a fenyőfa ágára, s nagyot röffent. Ki vagy te, semmire való bojtos farkú kicsi fickó? Hő? Én a világ legokofabb mókufa vagyok, húzta ki magát a kis veres mókus. Aki azért jöttem el hazúról, mert fe apám, fe anyám nem akartak vitatkozni velem. Ahelyett hozzám vágtak egy marék fakorhadékot, és egy likas mogyorót. Azért szólítottalak meg, hogy vitatkozzak veled. Miről akarsz vitatkozni velem? Bámult föl a borzasztó nagy vaddisznó a kis veres mókusra. Arról, hogy az orr nem olyasmire való, amire te használod. A vaddisznó elgondolkozott ezen, aztán megcsóválta rosszallólag a fejét. Már pedig én azt hiszem, hogy az én orrom tökéletesen arra való, amire használom. Mert nekem az a dolgom, hogy feltúrjam a gyepet. Ami pedig téged illet, öcskös, azt hiszem valóban igaza volt apádnak meg anyádnak, amikor hozzád vágtak egy marék fakorhadékot és egy likas mogyorót. Mert bizony te vagy a leghaszontalanabb mókus, akit valaha láttam. Azzal túrni kezdte tovább a gyepet, ahogy az egy szorgalmas vaddisznóhoz illik. Veled sem lehet vitatkozni,
mondta fölényesen a kis veres mókus. Mert csak egy buta és goromba vaddisznó vagy! Azzal meglengette lombos farkát, és indult tovább. Ment, mendegélt. Egyik fenyőről a másikra, egyik tölgyfáról a másikra, egyik bükkfáról a másikra. Még csak a patakhoz nem ért. A patak partján állt a szarvas, és ivott. A kis veres mókus leugrált a legalsó ágig, és rászólt a szarvasra. Micsoda butafág! Ekkora nagy agancsot cipelni a fejeden! Ha a te helyedben lennék, én bizony levetném, legalábbis akkor, amikor inni akarok. A szarvas fölnézett a fára, meglátta a kis veres mókust, és elcsodálkozott. Ki vagy te, szemtelen kis lombos farkú fickó, és mi közöd neked az én agancsomhoz? A kis veres mókus pedig szemtelenül felelte onnan az ágról. Én vagyok a világ legokofabb mókufa, ki azért jöttem el hazúról, mert fe apám, fe anyám nem akartak vitatkozni velem. Ahelyett hozzám vágtak egy marék fakorhadékot, és egy likaf mogyorót. Most pedig azért szólítottalak meg, hogy vitatkozzak veled az agancsodról. A szarvas előbb ivott a patak vizéből, aztán megrázta agancsos fejét. Nem hiszem, hogy te lennél a világ legokosabb mókusa, mondta lassan és megfontoltan. Sőt, inkább azt hiszem, hogy te vagy a világ legostobább mókusa, akivel valaha is találkoztam. És édesapád is, édesanyád is nagyon helyesen tették, hogy hozzád vágtak valamit. Az én agancsomról pedig nincs mit vitatkozni, mert az nagyon jó helyen van, ott, ahol van. Azzal átgázolt a patakon, és eltűnt az erdőben. A kis veres mókus mód felett bosszankodott ezen a beszéden, mert nagyon szeretett volna már vitatkozni valakivel. De nem tehetett egyebet, mint hogy újra meglengette lombos farkát, és indult tovább. Ment, mendegélt. Egyik bükkfáról a másikra, egyik tölgyfáról a másikra, egyik fenyőfáról a másikra. Amíg egy nagy, kidőlt fához nem ért, melynek korhad belsejéből éppen akkor kotorta ki a medve a hangyák tojásait. Megállt újra a kisveres mókus, lemászott a legalsó ágra, és lombos farkát meglóbálva rászólt a medvére. Ha én akkora lennék, mint te, eszembe fejutna, hogy ilyen apró fágokkal bajlódjak. Miért? Kapta föl fejét csodálkozva a medve. A hangyatojás nagyon jó ízű, és karmaimmal könnyű kívánom azokat a korhat fákból. Apám is, anyám is arra oktatott, hogy minden jóra való medvének ez a foglalkozása. Na csak, ezzel lehet vitatkozni. Ugrott le a kisveres mókus a medve elé a földre. Ezzel lehet vitatkozni, hogy mi a foglalkozása egy medvének. A medve barátságosan ránézett, és megcsóválta a fejét. Nem tudom, mit lehetne ezen vitatkozni, mondta békésen. De még azt sem tudom, hogy ki vagy te tulajdonképpen, te furcsa fickó, aki mindenáron vitatkozni kívánsz velem. Én a világ legokofabb mókufa vagyok, dűlesztette ki mellét a kis veres mókus. Aki azért jöttem el hazúról, mert fem apám, fem anyám nem akartak vitatkozni velem. Sőt, még hozzám is vágtak egy marék fakorhadékot és egy likaf mogyorót. Most pedig azért vagyok itt, hogy vitatkozzak veled a medvék foglalkozásáról. Te azt állítod, hogy... Várj csak! Szólt közbe a medve dörmögve. Apád is, anyád is nagyon okos mókusok lehettek, ha nem akartak vitatkozni veled. Igen, jól tették bizony, hogy hozzád vágtak egy marék fakorhadékot és egy likas mogyorót. Mert látod, öcskös, így van ez. Ha én szeretem a hangyatojást, akkor én szeretem a hangyatojást, és ezen nincs mit vitatkozni.
Érted? Ez az én dolgom, s neked semmi között hozzá. Vitatkozásra egyáltalában nincs szükség sehol és soha. Mert mindenki azt végzi, ami az ő foglalkozása, és azt teszi, ami neki jó. Érted? És ez így igazán nagyon jól van. Ez így egyáltalában nincsen jól, borzolódott föl a veres kis mókus ott a medve előtt a földön. Ez így mindenképpen nagyon if rosszul van. Mert lám, a vaddisznó orrával túrja a gyepet, ami nevetséges dolog, mivel az orr egészen másra való. A szarvas agancsot vifel a fején, még akkor is, amikor vizet iszik, ami szörnyű nagy butafág, mivel az agancs nehéz lehet és alkalmatlan. Te pedig ekkora nagy medve létedre nem reszteled felnyalogatni a hangyatojáfokat, ami inkább csak cinegének való foglalkozás? Minden butafág, amit ti csináltok, és én azért születtem ilyen okofnak, hogy segítek rajtatok. Mert ha a vaddisznó lábával kapná föl a gyepet, a szarva flevetné az agancsát, amikor iszik vagy eszik, és te legalábbis saszok és gólyák tojáfait keresznéd, ha már tojást kívánsz enni, akkor minden fokkal okofabban lenne. A medve türelmesen végighallgatta az egészet. Még le is ült hozzá, mert a medvék általában szeretik a kényelmet. Aztán lassan és megfontoltan kérdezte. Mit mondtál az előbb, fiacskám? Mit vágott hozzád az édesapád meg az édesanyád? Egy marék fakorhadékot, meg egy likaf magyarót, felelte méltatlankodva a kisveres mókus. Micsoda éretlen álláspont, ugye? Ide figyelj, fiacskám, mondta szelíden a medve, mert a medvék általában nagyon szelíden beszélnek. Én nem egy marék fakorhadékot, és nem csupán egy árva likas magyarót. De ezt az egész korhat fát, amit itt látsz, és egy egész zsákra való sziklakövet vágok a fejedhez, ha el nem tűnsz azonnal a szemem elől. Mert először is semmi között hozzá, hogy a vaddisznó mivel túrja a gyepet. Mit visel a fején a szarvas? És én kedvelem-e a hangyák tojását, vagy nem? Érted? Másodszor pedig, fiacskám, te vagy a leghaszontalanabb és legsemmire való mókus, akivel valaha is találkoztam. A harmadik érvemet pedig ne várd meg, azt tanácsolom, mert akkor már mindaz röpül is a fejednek, amit az előbb megígértem. Azon pedig igazán nem lehet vitatkozni, hogy ez a nagy darab korhatfa törzs, sem azok a jókora szikladarabok, amit nem tesznek jót azzal, akinek a fejéhez magdosom őket. Ezeket mondta a nagyon szelíd és nagyon jó indulatú medve, és már nyúlt is a mancsával a korhat fatörzs felé, hogy elkezdje a dobálózást. Szegény kis veres mókus nem tehetett egyebet, mint hogy fölborzolta minden szál veres szőrét, meglengette lombos farkát, s feliramodott a legközelebbi fára. Onnan felelt vissza sértődötten. Veled fenn lehet vitatkozni. Megfértettél, és ha engem megfértenek, akkor megharagszom és elmegyek. Azzal el is ment onnan azon nyomban, és otthagyta a medvét a hangyatojásokkal. Ment, ment, mendegélt. Fenyőfáról fenyőfára, tölgyfáról tölgyfára, bükkfáról bükkfára. Egészen addig, amíg egy nagy rengeteg sziklához ért. A szikla aljában meglátta a nyestet. Éppen azzal foglalkozott, hogy egy kis csíkos pelének átharapja a torkát. A kisveres mókus még sohasem látott nyestet addig, és szerfölött megbotránkozott azon, hogy egy ilyen szép, ügyes állat, ki alig valamivel volt hosszabb, mint ő maga, ilyen csúnya és gusztustalan dologra használta a fogait. Lejjebb ereszkedett hát a fatörzsön, és megszólította. Hallod-e? Mondta rosszallólag.
A fogak nem arra valók, hogy másnak a torkát harapjuk el velük. Nem-e? Kérdezte meglepetten a nyest. Igazán azt gondolod, hogy nem arra valók? Én igazán azt gondolom, bizonykodott a kis veres mókus boldogan, hogy vitatkozhat valakivel. A fogak ugyanis határozottan arra valók, hogy diót, mogyorót, év, bükk, magot rágcsáljunk velük. Igazán? Kérdezte szelíden a nyest, és elengedte a kis csíkos pelét, amit annál is inkább megtehetett, mivel nem élt már szegény. Igazán? És ki vagy te, ha szabad lenne megkérdeznem? Fölfújta magát erre a kis veres mókus ott a fatörzsén, fejjel lefelé, hogy minden tekintélyét összeszedje. Én a világ legokofabb mókufa vagyok, mondta öntelten. És azért jöttem el hazulról, mert femapám, femanyám nem akartak vitatkozni velem. Egyáltalán, senki sem mer vitatkozni velem, olyan okof vagyok. Fem a vaddisznó, fem a szarvas, fem a medve. Csak gorombászkodni tudnak, nem vitatkozni. Ennyi, csóválta meg a nyest a fejét. Ez bizony sajnálatra méltó dolog. De most jó helyre jöttél, mert én bizony szívesen elvitatkoznék veled. Igazán! Szökött lejjebb örömében a kisveres mókus a fatörzsén fejjel lefele, és örömében háromszor is meglengette lombos farkát. Igazán vitatkoznál velem? Végre, végre találtam hát valakit, aki vitatkozik velem. Találtam egy jó barátot. Nagyon szívesen leszek a jó barátod, nyújtózott odalent lustán a nyest, és kis csillogó szemeivel ravaszul nézegette a mókust. Nagyon szívesen, hidd el. Hát akkor fogjunk hozzá a vitatkozáshoz, kezdte el a kis veres mókus a barátkozást. Én bebizonyítom neked, hogy a fogak nem arra valók, amire az előbb használtad őket. A fogak ugyanis pontosan arra valók, hogy diót rágcsáljunk velük, modorót rágcsáljunk velük, bükkmagot rágcsáljunk velük. Mert ha a fogak arra szolgálnának, hogy a pelének a torkát harapjuk át velük, ahogy azt te nagyon helytelenül tetted az előbb, akkor mivel lennénk diót, mogyorót, év, bükkmakkot? Mivel pedig ezeket femmi egyébbel feltörni nem lehet, csupán a fogakkal magától értetődik tehát, hogy a fogak ezt a célt szolgálják, és nem azt, hogy átharapjuk velük a pelének a torkát. Ez csak világos. Hogyne, nyújtózott odalent a nyest. Mindez igazán nagyszerű és világos. Befejezted? De! Felelte a kis veres mókus elégedetten ott a fatörzsén fejjel lefelé. Most pedig te következel. Jó barátom voltál, és végighallgattál. Így most én is jó barátod leszek, és végighallgatlak. Szóval, azt mondod, hogy rajtam a sor? Kérdezte halkan és szelíden a nyest, és lábait lassan maga alá húzta, mint aki ugrásra készülődik. Hát, ha rajtam a sor, akkor most jól figyelj ide, kedves jó barátom. Én most bebizonyítom neked, hogy az én fogai mégiscsak pontosan arra valók, amire én használom őket. És abban a pillanatban felpattant a szikláról, és egyetlen hosszú ugrással fent volt a fatörzsén a kis veres mókus mellett. Hajszál híján el nem kapta a nyakát, de az sem volt rest, perdült föl nagysebesen a fára, és onnan nézett vissza, ilyetten is sértődötten. Hey, nem így gondoltam én a vitatkozást, hallod-e? Veszekedett vissza onnan fentről. Én azonban éppen így gondoltam, felelte a nyest, mert látod, édes jó barátom, én is szeretek ám vitatkozni. Azzal neki íramodott ő is a fának, és egy szempillantás alatt fönt volt a tetején, mivel hogy a nyest is éppen úgy tudám szaladni a fákon, mint a mókus. Nosza,
Szegény kisveres mókus sem tehetett egyebet, mint hogy meglengette lombos farkát ő is, és utcu neki nyargalt eszenélkül a nyest elől, amilyen gyorsan csak tudott. Bükkfáról bükkfára, tölgyfáról tölgyfára, fenyőfáról fenyőfára. S a nyest mindenütt a nyomában, amilyen gyorsan csak tudott ő is. Bükkfáról bükkfára, tölgyfáról tölgyfára, fenyőfáról fenyőfára. Bizony, futnak még ma is, mivel hogy a vitának kettőjük között azóta sincs vége. Valahányszor kimégy az erdőre, s halkan, lábujjhegyen haladsz a szálason át, láthatod a mókusokat, ahogy mogyorult makkot rágcsálnak, vagy fejjel lefelé veszekednek egymással a fatörzseken. Ezek mókuspapa és mókusmama többi gyermekei, akik szorgalmasan végzik a maguk dolgát, ahogy illik. Ha azonban fent a fák tetején látsz egy esze-veszetten rohanó, ágról ágra szögdelő kis lombos farkú veres mókust, akkor tudhatod, hogy ez az, amelyik világgá ment, hogy találjon valakit, aki vitatkozzék vele. A nyest is ott lesz valahol mögötte, mert a vita még mindig nem dőlt el közöttük. Azonban őt aligha láthatod meg, mert a nyestek nagyon óvatosak ám, és nem szívesen mutatkoznak idegenek előtt. Mintha mégiscsak szégyelnék egy kicsit, hogy mások torkának az átharapásából kell megéljenek.